Sziasztok! Ez itt a Quest egy percben. Ebben a videóban a Delivery from the Past-tal foglalkozunk. Ez a quest nagyon sokaknál vízválasztó, ugyanis a quest két részes. Customsről ki kell hozzunk egy dokumentumot, amit aztán faktorni le kell pakoljunk, és ha valahol menet közben PMC-nk meg, ha kezdhetjük az egészet előre. A Customs rész, ami viszonylag egyszerűbb, ott Big Redbe, a nagy piros épületbe kell bemennünk, és az emeleti irodákba kell bejussunk. Szükségünk lesz egy kulcsra, ami a Tarkon Director's Office Key nevet kapta. A kulcs viszonylag egyszerűen felelhető, filing kabinetekben, szkeveknél, esetleg duffelbagekben megtalálható. Ha jól emlékszem, én egy szkeftől szedtem az enyémet. Ha nem találjuk a kulcsot, terapisztel barterezhetünk érte 2 Green Ice-ért, 4 Army Crackerért és 2 Squashért. Ha feljutottunk a lépcsőn, a kulcson nyissuk ki az ajtót, bejutottunk a folyosóra, menjünk a második ajtóhoz, amit be kell rúgjunk. A dokumentum az asztallap alatt található. Én ezt a questet úgy szeretem csinálni, ha Trailer Park vagy Road to Customs az exitem, mert így kifelé menet nem kell azon görcsölnem, hogy kijutok-e. Na most jön a fekete leves, be kell menjünk Factory-ra. A Gate 3 és az Office között találtak egy lebegő szobát, ahová le kell pakoljuk a dokumentumot. Ez 10 másodpercet vesz igénybe, utána extraktolhatunk. Én úgy csinálnám ezt a questet, hogy barátokkal összeülnénk, feleznénk egymást, stb. De az sem ritka, hogy 5 fős tímek mennek be Factory-ra a quest miatt. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, iratkozzatok fel és nyomjatok a like gombra. Vigyázzatok magatokra Tarkovban. Sziasztok!